estét kívánok Önök a nézőteret, a Városi Televízió kulturális magazinját látják 2018. április 16-án. A mai adásban először a Szálakakuk fészkére című színházi előadásra invitáljuk Önöket, majd Pető Péter mutatja be két könyvét a gyöngyösi gimnazistáknak. Végül részt veszünk a nyugdíjasok számára szervezett Ki mit tudon. Tartsanak velünk! A Szálakakuk fészkére című színdarabot mutatták be a közönségnek a Mátra Művelődési Központban. A világhírű film és regény alapján adaptált előadáson olyan neves művészek játsszák a főszerepeket, mint Péter Fibori, Szabó Kimmel Tamás és Kocsis Pál. Az elnyomás, a lázadás és a változás hármas viszonyát állítja középpontba Kent Gézi Szálakakuk fészkére című regénye, melynek a 60-as évek óta számos adaptációja született. A közelmúltban Gyöngyösre is ellátogatott a színdarab, Péter Fibori, Kocsis Pál és Szabó Kimmel Tamás főszereplésével. Aludjatok szépségem! Alvás idő! A Szálakakuk fészkére cselekménye egy elmegyógyintézetben játszódik. Egy rendszerben, ahol megkérdőjeleződik az elmebetegség és a deviancia, rács közé zárt egyértelműsége. Apa! Hogy ilyen borzalmak nem lehetnek, pedig mennyi minden van, ami nem lehet. Már a zenei aláfestés, a hangok, a folyton csöpögő csap és a kiszolgáltatottságra, az elnyomásra, a félelemre utal. Arra, hogy innen nincs kiút. Itt mindenki alsóbbrendű. A rendszer feje Ratched nővér, aki egyensúlyban tart mindent. Én azt gondolom, hogy nagyon megvan a saját igaza egyébként ennek a nőnek, és nagyon érdekes, mert ugye azóta azért nagyon sok minden változott a világban, mióta ugye ez a mű megszületett, és ugye amikor ebből lett ez a nagy hatású film, akkor azért ez egészen tényleg ilyen ördögi volt szinte az, hogy van egy nő, aki egyáltalán ilyen hatalommal mer bírni, és férfiak sorsáról dönt. Tehát én próbálom másképp megközelíteni ezt a nőt, és keresni valamiféle igazát, tehát nyilván mindannyian kicsit örültek vagyunk, és hát nyilván ő azért egy extrém eset, de meg én bennem megvan az én fejemben a felmentés, tehát hogy ő mit gondol a férfiakról, hogy hol a helyük. A regényhez hasonlóan ez a darab is bemutatja a rend, a lázadás, a változás és a katarzis folyamatát. Ugyanakkor nem csak a hős-antihős, hanem a férfi-nő viszonyt is jól ábrázolja a diktátor szerepébe bújt Péter Fibori szerint. Nyilván valamiféle rendet tart ez a nővér, és akkor megjelenik itt ez a McMurphy nevű fickó, aki ezt nem akarja, nem hagyja annyiban, és provokálja ezt a nőt, és akkor lesz köztük egy nagyon-nagyon nagy furcsa harc, aminek ugyancsak nagyon sok szintje van, mert egyrészt nyilván van egy hatalmi, de azon belül egy férfinő, tehát azért nagyon sok mindent bele lehet látni és gondolni, és játszani, ugye nekünk színészeknek azért érdekes. Lehet akkor azonosulni ezzel a karakterrel? Abszolút? Fogalmam nincs, hogy bárkinek is sikerül el, én tudok. A néző nagyon hosszúnak, már-már vontatottnak érezheti az első jeleneteket. Feszültségkeltésből sincs hiány, legalábbis addig, amíg meg nem jelenik McMurphy, aki fenekestől felfordítja a megkövesedett rendet, életet, vidámságot robbantva környezetébe. Jó legyen, drága barátok! Rendőr Patrick McMurphy megérkezett. Micsoda gyönyörű őszi napra mirattunk, nem? Jó lesz. Jó van, ide hallgassunk, uram! Hadd szembevételezem egy kicsit az új lakhelyemet, jó? Zárt osztályon még sose voltam. Hello! Rendőr Patrick McMurphy vagyok. Javíthatatlan szerencsejátékos. Mit játszotok? Unót! Unót? Még nincs itt egy normális patli? Amerikában nyilván az egész regénynek más vonzata volt, mint Magyarországon, ugye annak a regénynek köszönhetően változott meg a pszichiátria világa Amerikában. Addig ugye bárkire rámondták a skizofrén, akkor azt elvitték, ezután pedig elkezdtek egyáltalán megfogalmazni, mit jelent skizofrénnek lenni, vagy mit jelentek ezek a betegségek. Az egy teljesen más világ volt, és nyilván egy sokkal szélesebb körhöz eljutott az a film, úgyhogy valószínű, és a Jack Nicholson nyilván bazar volt benne, meg ez egy nagyon jó film, úgyhogy én ezt elhiszem, hogy neki karrierje egyik csúcspontja. Nekem egy szerep az életemben, amit nagyon izgalmas játszani, mert egy nagyon izgalmas és összetett figura, és egyben nagyon nehéz, mert nagyon
sokkal jönnek ahhoz azzal, hogy hát ez a Jack Nicholson játszotta a filmbe, és akkor neked milyen? Semmilyen, tehát semmi közöm Jack Nicholsonhoz és a filmhez. Én vagyok, én magamból fogalmazom, és szerintem láttam múltkor egy tokiói előadásból egy fényképet, ott egy japán csávó játszotta nyilván a McMurphy-t. Miért is kellene összehasonlítani, de nyilván neki is élete egyik szerepe színházban. Ez tök más, teljesen más közel, mint mondjuk. Ha most ezt én játszottam volna, és ez a film most készült volna, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy az életem egyik legnagyobb alakítása, vagy a legnagyobb lehetősége. Hát nem tudom most ezt mondani, mert az én életemnek sok másabb szerepek, vagy más szerepek voltak fontosabbak, vagy más szerepek voltak meghatározóbbak. Maga a darab egy társadalomkritika, elsődlegesen mégis az egyént megszabó hatalmi viszonyokról szól. Ez egy nagyon komoly dologról szól, hogy hogyan nyílik ki X embernek a szeme, vagy hogyan tud valaki a stílusával, az egyéniségével, a világnézetével felbátorítani egy csomó embert, aki nem hisz magában, és fellázítani egy elnyomó rendszer ellen, és hogyan tudnak ezek az emberek győzedelmeskedni egy elnyomó felett a végére, akitől eddig rettegtek. Szóval szerintem ez inkább ilyen hatalmi harcról szól, a félelem leküzdéséről szól, az elnyomásról szól, az elleni harcról szól, és amiben van egy antihős, aki persze hős is kicsit, de ebbe az előadásban szerintem az összes többi ápolt is hős, mert túl nő önmagán és a saját félelmein, és kiszakad a saját komfortzónájából, és rájön, hogy igazából azaz kell tudni, hogy amikor ez a darab íródott, akkor ezek a betegségek, amik ebben a darabban vannak, ezekkel a betegségekkel most már nem kerülnék pszichiátriára. Azért mondom, hogy akkor ez tök más volt. Ezek az emberek, például Billy Bibbit, aki dadog, és az anyukájával való kapcsolata rossz, de most ezért már nem mész be egy pszichiátriára, tehát az minimum, nem tudom, halucinálnod kellene, és ön és közveszélyesnek kellene lenned. Tehát ezek már nem olyan problémák, amikért manapság bemegyünk, tehát ezt azért így kell tudni kezelni a helyén. És hogy mitől ilyen korszerű ez a darab még ma is? Nézd, milyen aktuális ez most például Magyarországon, vagy milyen aktuális Amerikában, vagy Oroszországban is milyen aktuális kellene, hogy legyen. Mindenhol, ahol olyan az elnyomásnak olyan rétegei jelennek meg, amik veszélyeztetnek jövőképeket, meg emberek jövőit. Ez ugyanaz kicsibe, mint mondjuk Magyarországon, ami van jelen pillanatban, vagy amit én látok. Szóval, hogy az agymosott birkákat hogyan lehetne egyszer csak valahogy arra bírni, hogy szálljanak szembe, és nem kell elhinni azt, hogy csak azért, mert valaki mondja a pulpitusra, az úgy van, vagy azért, mert az MTV baszmáknak az úgy van. Szóval ez egy nagyon fontos darab. Érdekesség, hogy a regény az indián szemszögéből láttatja a történteket. A film és a legtöbb feldolgozás azonban McMurphy-t állítja középpontba. Nyilván McMurphy sem tudna a főszereplő lenni, ha nem lenne mellett az indián, vagy ha nem lennél menni a többiek. Tehát ez egy csapatjáték, és a regényben is, és a filmben is szerintem egy csapatjáték, hogy van ez a színházi mondás, hogy a királyt nem tud eljátszani, azt a többiek tudják eljátszani, hogy te vagy a király. Valahogy itt is ez van, hogy én egyedül hiába jönnék be ebbe az előadásba, és hőbörögnék, meg mondanám, hogy ébresztő, még ilyet nem is mondok benne, de érted, attól az még nem történik sem, ahhoz kellene a többiek, tehát itt mindenki, végül is azért mondtam az előbb, hogy hőssé válik, mert végül is mindenki túlnő önmagán, így mindenki a maga történetében végül is főszereplővé válik, és ez nagyon fontos. Nem tudom egyébként, hogy milyen lenne, mert hogy mi nem úgy csináltuk, mert nem azt csináltuk, mi ezt csináltuk, és én nem tudom, tehát McMurphy sem olyan tudna McMurphy lenni, hogyha nem lenne mellett az indián, ha nem lenne mellett a Cheswick, meg a többiek, meg nem lenne érettségi nővér, aki ellen lehetne ezt a lázadást intézni. Úgyhogy mindenki ugyanolyan fontos és fajsúlyos szereplője ennek, még ha csak, nem tudom, 10 mondata van, akkor is ugyanolyan fajsúlyos szereplője ennek a történetek, mint a McMurphy, csak ő mondja ki azokat a dolgokat, meg neki van a legtöbb szövege, meg ő húzza az előadást, de attól mindenki ugyanolyan fontos szereplője ennek a történetnek. A színdarab érdekessége, hogy Znamenák István rendező egy teljesen új jelenetet is belecsempészett, mellyel egészen új dimenziót nyit meg Ratchet figurájának értelmezésében. Kiderül, hogy a nővér sérült lelkű, szeretetéhes, a férfiaktól rettegő, de közelgésükre ácsingozó nő. Minden beteg a nappali tartózkodóba. Gyógyszerosztás. Jó reggelt, Mr. Harding! Komolyan! Jó reggelt, Mr. Harding! Ó, Istenem, köszönjük néked a nyugalmat, melyet tőled kapunk! Előadást tartott a Berze Nagy János gimnáziumban Pető Péter.
A politikai elemző és újságíró az iskola egyik tanárának meghívására érkezett Gyöngyösre, és két kortárs irodalmi művét mutatta be a diákoknak. Pető Péter neve sokaknak csenghet ismerősen, hiszen két országos hírlap főszerkesztőségében is dolgozott, sőt egy ideig játékvezetőként is tevékenykedett az MB2-ben. Mostani előadása a gimnázium végzős diákjainak szólt, akiknek a Les Határ, illetve a Top 10-es történelmi slágerlisták című könyveit mutatta be. Utóbbi az idei irodalmi érettségi szóbeli tételei között is helyet kapott. Az elsődleges célom az volt, hogy a kortárs irodalom egy szeletét megmutassam a tanítványaimnak. Ezt teljesen szabadon választottam ki Pető Péternek a könyvét. Elsősorban az motivált, hogy Petit már régóta ismerem. Az érettségi tételek között minden évben szerepelnie kell egy kortárs irodalomnak, és én olyan tételt választottam, olyan szerzőt, akit a gyerekeknek be is tudok mutatni, illetve így megismerhetik őt is, mint embert. Ezért gondoltam Pető Péterre. Két könyve jelent meg a tavalyi évben, az első könyve a Les Határ volt, a másik pedig a Top 10-es történelmi slágerlisták. Mind a kettő nagyon mai alkotás. A gyerekekhez közel áll mindkét világ, az egyik egy játékvezető szemszögéből mutatja be a 2000-es évek Magyarországát, azon belül is a focinak a világát, ez gondolom több diákot érdekel. A toplistás könyve pedig egy blogból keletkezett, ez is közel áll a fiatalokhoz. Másodlagos célom pedig az volt, hogy a gyerekek, nagyon sok diákunk szeretne a média világában elhelyezkedni, illetve a kommunikációs vonalon tanulni, és szerettem volna nekik példaként bemutatni egy olyan fiatalembert, aki nem csak egy közismert újságnak volt egy darabig a felelős szerkesztője, hanem nem, főszerkesztő helyettese, tehát újra. Tehát szerettem volna bemutatni nekik egy olyan fiatalembert, aki országos napilapnak volt a főszerkesztő helyettese, illetve most egy hírportálnak a felelős szerkesztője. Csintalan Edina, a rendezvény szervezője azért is kezdeményezte ezt az előadást, mert szeretné a pályaválasztás előtt álló fiatalokhoz közelebb hozni a kortárs irodalmat. Pető Péter könyvei szerinte alkalmasak erre a feladatra, mert olyan témákról ír, olyan stílusban, amely a mai generáció fiataljaihoz igencsak közel áll. A két alkotása, mint szép irodalmi műre szeretném felhívni a figyelmet, illetve Petinek már vannak kimondottan szép irodalmi alkotásai, amik a politikától mentesek, éppen ezért én inkább ezekre szeretném a hangsúlyt tenni. Ettől függetlenül a mai világban azért nem elhanyagolhatóak a közéletnek a témái sem. Megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy a fiatalok érdeklődnek a politika meg a közéletnek a témái iránt, hiszen egyre jobban aktuálissá válnak ezek a témák. Természetesen érdeklődnek, hiszen így lesz belőlük felelősen gondolkodó felnőtt, de én úgy gondolom, hogy az iskolának nem ez a feladata, hogy politikai irányba terelje őket, éppen ezért is hangsúlyozom, hogy mint írót, mint a médiában dolgozó embert szeretném bemutatni nekik Pető Pétert. Mint a legtöbb gyerek, Pető Péter is focizott a gyerekkorában, az álma azonban nem az volt, hogy profi futballista, hanem az, hogy sportriporter legyen. Újságíróként így kezdetben a sport témáival foglalkozott, később pedig játékvezetőként is tevékenykedett. Az író számára gyerekkori szerelem volt tehát a futball, ilyen élmények alapján született a Les Határ című könyve. Nyilván van egy nagyon jelentős élményanyag, amit én vagy átéltem, vagy láttam, vagy hallottam, és ugye ehhez jön, amit kitaláltam. Tehát ennek a mixtúrája van mindig az ilyen típusú regényekben. Nem én vagyok a főhős, de én azt szoktam mondani, hogy én is lehetnék. Nyilván a kiinduló pont, hogy a karakternek az alaphelyzete, az lehetnék én is, egy kisvárosi fiú, akinek az az álma, és nyilván a bukás történetesen független attól, hogy én ugyanezt a utat szerencsésen bejártam már korábban, tehát ez a része, ez mondom, nem a karakter nem én vagyok, de nyilván mindig az ilyen típusú regényeknél, bármilyen szép irodalmi szövegnél azért általában erős élményanyaggal dolgoznak a szerzők. Vannak olyan, akik nem, én mindig írtam őket, akiknek olyan extra feje van, hogy teljesen külön világokat tudnak teremteni a tapasztalati anyaguktól függetlenül, de azért az én tapasztalatom szerint az a ritkább eset. Modern témája és olykor durva nyelvezet ellenére ez a könyv tekinthető akár szép irodalmi műnek is, mert a főszereplő kalandjainak bemutatásán túl egy autentikus képet kapunk a térség jellemzőiről,
és a futball szubkultúrájáról. Sok itteni olvasónak ismerősen hathatnak a könyvben leírtak, hiszen Pető Péternek 60-i születésüként Heves megyei kötődése is van. Én erre mondtam, hogy befejezem a játékvezetést, majd néhány órával később fölhívott Örösték Károly Népszabadság akkori főszerkesztője, hogy épp akkor a Népszabadságban szintén megjelent egy ilyen beküldős cikken, tehát egyetemi hallgatóként küldözgettem beírásokat, és minden 172-et le is közölték, és ezt a jubileumi 172-et pont olvastam, és egy értekezleten megdicsérte, és mellette ült egy olyan fiú, akit az egyetlen magyarul segítő, akit ismertem, mire ő mondta neki, hogy akkor miért nem írjuk be ezt a srácot gyakornoknak, és fölhívtak, hogy bemegyek el, és akkor hétfőn már ott voltam. Tehát nekem ilyen szempontból ez is nagyon szerencsés váltás volt, hogy mikor eléggé földre kerültem, akkor hirtelen jött egy lehetőség, és akkor már tudtam, hogy másfajta alázattal kell közeledni a lehetőségekhez, mint azt korábban tettem. Pető Péter szerint az évtizedek múlásával az olvasóközönség szempontjai változtak, az igény azonban megmaradt az olvasásra. Fontos, hogy a fiatalokhoz eljussanak a modern művek is, mert leginkább így derülhet ki, hogyan viszonyulnak a fiatalok az olvasáshoz, és hogy van-e esetleg tehetségük magához az irodalomhoz. Vannak nagyon jó élményeim, tehát nagyon sok fiatal, nyilván dedikálásokról tudok beszélni, vagy üzenetekről, amelyeket kapok, és nagyon sok fiatal van, aki olvas ilyesmit, vagy egyébként, ha kortársírók bemutatóin látom a közönséget, akkor is azt gondolom, hogy azért jellemző, hogy érdeklődnek iránta. Nyilván mindig azt szeretnék, ha minél többen, mert valószínűleg az a közös reményünk, hogy az olvasás az jobb és műveltebb közösséget teremt, ezért nyilván azt szeretnénk, hogy minél többet, de azt gondolom, hogy nem reménytelen ilyen szempontból a helyzet. Tehát, hogy egyszerűen az biztos, hogy másfajta tartalmat kell gyártani, vagy sokszor másfajta formában kell esetleg elmesélni, másképp kell eladni ezeket a tartalmakat. De én nem gondolom azt, hogy mondjuk 100 éve, vagy 50 éve, vagy 30 éve, vagy 20 éve ezelőtt ebben a régen jobb, minden jobb volt hangulatban, az volt, hogy akkor bezzeg milyen jó volt, most pedig milyen rossz. Most ez van, és most szerintem most is megvannak azok a lehetőségek, hogy a megfelelő tartalmat valahogy eljutassuk a fiatalokhoz. A történelmi slágerlistákat bemutató könyvben pedig minden előfordulhat, a világtörténelem legnagyobb tévedéseit bemutató top 10-be bekerülhet nem csak a Szovjetunió megtámadása, de a Bundesliga frizura is. A magyar történelem legnagyobb beszólói között szerepet kaphat Könyves Kálmán és Mészöly Kálmán egyaránt. Igazi kortárs mű, amely egyszerre intellektuális és szórakoztató olvasmány. Az utóbbi évtizedben bár kevésbé volt jellemző, mostanában egyre több fiatal próbálja ki magát az irodalom világában versekkel vagy novellákkal. A politika és a közélet változékonysága pedig egy erős érdeklődést formált bennük a média világa iránt. Mégis sokan félnek belevágni egy ilyenfajta karrierbe. Pető Péter pályafutása mindenképpen egy sikertörténet és példa lehet az ilyen fiatalok számára. Nyilván, ha racionalizáljuk a kérdést, akkor valószínűleg informatikusnak jobban megéri elmenni, mert egyszerűen nagyobb munkaerőhiány mutatkozik, és jobbak a piacon a karrier lehetőségek. De aki igazán ezt szeretné az életébet csinálni, mindig azt mondom, hogy kezdje el, tegyen megérte mindent, és még akkor is időbe fog kiderülni, hogyha látni fogja akkor, hogy van reális esély arra, hogy ezen a pályán érvényesüljön, vagy nem, nincs reális esély arra. Ha az izgatja az életben, szerintem el kell menni, mindig az út végére ki kell próbálni. Aztán, ha nem sikerül, akkor még mindig lehet másikat választani. Tehát nyilván a piaci lehetőségek, az álláshelyek száma, a piaci környezet nem ideális ahhoz, hogy most kezdjen mindenki újságíró karrierbe. Nyilván mondjuk a 2000-es évek közepének fénykor az messze van azoktól a lehetőségektől, amelyek most vannak, de a világ még gyorsan változik, és mondjuk nem tudjuk, hogy a következő technológiaváltás nem újra azzal jár, hogy sokkal több tartalom előállító emberre lesz szükség. Szóval változik a piac, nehéz érvényesülni, de én sosem mondtam meg senkinek, hogy előre, hogy adja föl, az mindig rossz tanácsnak gondolom. Az írónak a munkája mellett jelenleg nem sok ideje van regényeket és novellákat írni, viszont nem szeretne elszakadni az irodalom világától, a jövőbeli tervei között szerepelnek újabb könyvek is. A Mátra Művelődési Központ adott otthont a nyugdíjasok számára, szervezett Ki mit tudnak. Az idősebb generáció tagjai szép számmal érkeztek az eseményre, és többféle kategóriában mutatták meg az érdeklődőknek, miben is tehetségesek. 1992. februárja, ekkor rendezték meg első ízben a nyugdíjasok Ki mit tudját városunkban. A hiánypótlónak számító program mára olyannyira kinőtte magát, hogy két felvonásban egy teljes napon át volt lehetőségük megmutatni tehetségüket a szépkorúaknak, immáron 27. alkalommal. A mai modern társadalmak központi kérdésévé vált az idősödés folyamata. Hazánkban az időskorú népesség gyermekekhez viszonyított aránya fokozatosan nő. A korosztály nagy része innovatív módon keresi és határozza meg újra önmagát, identitását.
és új célokat és jelentéseket keresnek, mint például belépni egy klubba, és sportolni, vagy éppen fellépni egy tehetségkutatón. Béres István egyike azon időskorúaknak, aki évekig nem merte megmutatni tehetségét, ám most 70 évesen kinyílt számára a világ, és amit a legjobban szeret, végre énekel. Nem volt rá mód meg lehetőség, hogy képezem a hangomat. Hát születik kell, az igazság erre. Ez olyan, hogy azt nem lehet tanulni. Hát lehet tanulni, csak de születik kell erre, hogy valaki énekeljen. Csak egy kislányt neveltek a kedvemre, azt is azért nevelték a kedvemre. Kék a szeme, göndör, haja fekete. Gyerekkori vágyam volt, hogy én ide tudjak ilyen helyre jönni, mert mégis, hogy megmutassa az ember, hát most már 70 éves vagyok, illetve nem töltöttem, de ma 70-ben vagyok, úgyhogy most került rá a sor, meg lehetőség, hogy így el tudjak jönni ilyen helyre. Szerencsére, hogy a falunkban működik egy klub, most alakult, de másképp nem tudnák. Azóta, hogyha nem alakult volna klub, akkor se tudnák ide jönni, mert ugye nem tudnám ezt a lehetőséget, hogy vannak ilyen lehetőségek. Schmidt Magdolna egyedülállóként a cigány autentikus nóta szépségeit mutatta meg a nagy érdemű számára ezen a napon. Én valódi magyar zenész cigány családból származok, és én úgy érzem, hogy én vagyok Cinka Panna örököse. Én most Lakatos Menyhért megboldogult cigány író, sokféle kitüntetéssel az ő általa rendezett, írt Átoki szerelem című cigány filmnek a főszíndalát énekelem, a fekete bánat van fekete szívemben. És én ezzel is szeretném Halmajugrát, ahol élek, az önkormányzatot elismertté tenni, hogy igen, valóban törődnek a cigány hagyományokkal és kultúrákkal. Ezzel is szeretném bizonyítani, hogy nincs kihalva, nem is lesz, és a cigányság szeretném, hogy valóban megbecsült magyar adófizető állampolgárai legyünk. 70 éves vagyok, de ez az életem. Erdélyből származok 30 éve, és ha mondhatom, más gyökerekből és más kultúrából. Nincs zenei kíséretem. Én bekötöm bánatom egy fekete kötőbe, elássom az erdő sötét sűrűjét. Hogyha arra jártok, szomorú testvére, fehér virágai lenne tétesítve. Azt mondja, 30 éve foglalkozik az énekléssel, és az élete fontos részét képezi mindez. Mennél jobban tiltották ott a magyar nyelvű előadásokat, tanulásokat, azért mindig megtaláltam a lehetőséget, hogy átjátszam azt a szigorú törvényt, hogy ott már pedig csak románul beszélhetnek, vagy akármilyen kulturális szervezés. Itt nagyon boldog vagyok, mert itt a saját anyanyelvemet, mert hiába vagyok büszke cigányasszony, de mindennek előtt magyarnak születtem. Csoportos produkciókból sem volt hiány. A különböző települések nyugdíjas klubjai eleinte hobbiból, később pedig versenyszerűen is elkezdték űzni ezeket a fellépéseket, így például a Gyöngyösi Vasutas Nyugdíjas Klub. A művelődési házhoz tartozik ez a Gyöngyösi Vasutas Nyugdíjas Klub, és ezt kötelezőségünk is tartjuk azt, hogy részt vegyünk egy saját házon belüli rendezvényünkön. Egy meglepetésre fogunk szolgálni, megmondom őszintén, úgyhogy a ki mit tud a ki mit tudba címmel.
Minden évben más új produkcióval készülnek? Minden évben. Van, amikor szóló énekesek, szóló szavalatok és csoportos jelenetekkel. A klub 32 éves múlttal büszkélkedhet, és nagyon aktív mindennapokkal is. Természetesen nyitottak vagyunk, és mindenkit szeretettel várunk, és így vannak kívülállók, időzőjelben mondom kívülállók, akik nem a gyári kapcsolattal révén van a klub, vannak a klubban. Aktívak vagyunk, minden hó utolsó szerdán délután tartjuk az összejövetőket, rendszeresen járjuk az országot, most éppen Pécsre készülünk. De voltunk, nem akarom felsorolni, mert nagyon sok nagy városokban és nagy kulturális rendezvényeken vettünk részt. Tavaly például Erdélyben jártunk. Tehát minden évben ilyen 4 napos kirándulást ismerd meg hazád címmel. Egyébként a klub foglalkozásokon elsősorban a nyugdíjasokat érintő kérdésekkel igyekszünk előadót meghívni, illetve névnapokat, születésnapokat, egyéb városi kulturális rendezvényeken való részvétel, és kirándulásokat szervezünk, fürdőre szervezünk csoportokat. Úgyhogy aktív életet él a csoport. Ki mit tud a Ki mit tudban? Ezt a címet kapta előadásuk. 100 gramban a nagy nyugatról álmodoztam én, és képzeletben ott jártam a prédik lejtekét, a lányam mellett ért engem a hajnal hasadás, de legszebb zene volt nékem az ostor battogás. Hippiájé! A produkció végén pedig a jutalom sem maradhatott el. Elnézést kérek, kedves közönségünk és kedves szereplők! Az előbb a rendező a fülembe sugott egy információ, amely szerint a Hősugárzó Travel utazási iroda felajánlott minden szereplőnek egy 2 személyes utazást a Szaharában, a homokdűnén. Csoportos produkció kategóriában indult szintén a Cukorbetegek EGRI Egyesületének Mézvirág kórusa is. Könnyed nótákkal szórakoztatták a közönséget, hiszen, mint mondják, úgy szép az élet, ha vidám. Nem azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, hanem azért, hogy jól érezzük magunkat. És mi heti rendszerességgel próbálunk, és úgy gondolom, hogy minden próbánk nagyon nagy örömet ad az idősek számára, illetve ők nem is idősek, mert fiatalok, mert nagyon, nagyon tudják a lépést tartani, minden héten egy alkalommal próbálunk. A délelőtt folyamán 27, még délután 30 előadást nézhetett meg a nagy érdemű. A jutalmazásnál pedig a közönséget is bevonták, így már az ő szavazataik is hozzájárultak a végeredményhez. Ki mit tud, természetesen jövőre is lesz, folytatva a több éves hagyományt. A szervezők pedig abban bíznak, hogy még inkább kiszélesedik a paletta. Önök Nézőtér című kulturális magazinunkat látták 2018. április 16-án. Egy hét múlva ismét számítunk figyelmükre, addig is nézzék a városi televízió műsorait. Szép és kulturális eseményekben gazdag hetet kívánunk önöknek. Viszontlátásra!